We are launching the Digital Ward again. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen az enyhén szürke, nedves, őszi délelőttön. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy külön köszönhetem külön meghívottainkat, kedves vendégeinket, a helyettes államtitkár urat, a zsűri tagjait, illetve kedves vendégeinket. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a tavalyi év sikeres indulása után most már másodszorra indíthatjuk útjára a Vodafone digitális díjat. We have been so inspired by the success stories of last year, and we know that we're on the right path in using technology for the good of Hungary. We always knew that Hungarians were open to change and innovation, and we've had a very successful foundation here for many years. However, there are still many social issues to solve, and you know, through last year's award, I just know that we can together rise up to the challenge to find solutions for many of those problems. A tavalyi év sikerei inspiráltak bennünket, és megmutatták, hogy jó úton járunk, amikor a technikai megoldásokat a társadalom szolgálatába kívánjuk állítani. Tudtuk, hogy Magyarországon van nyitottság az ilyen jellegű kezdeményezésekre, hiszen ezt láthattuk már a Vodafone Alapítvány korábbi kezdeményezései nyomán. Számos olyan programot indítottunk világszerte, amely pozitív változást hozott el, viszont számtalan kihívás is körbevesz minket, de tudom, hogy az innovatív megoldások és a tehetségek segítségével közösen megoldásokat fogunk találni ezekre a kihívásokra és problémákra is. I vividly remember standing here this time last year launching the award for the first time, and when we did so, we did not expect such a success. In the end, we were able to award 8 out of nearly 150 applications, and I am really delighted to see some of the winners here today, and you will be able to see those winning things later. Egészen élénken emlékszem arra, amikor tavaly első alkalommal itt álltam a színpadon, és bevezettük a Vodafone digitális díjat, és azokat a nagyszerű kezdeményezéseket, amelyeket a pályázatokban láthattunk. Összesen majdnem 150 pályázatot kaptunk, és a 150 pályázatból 8 díjat tudtunk odaítélni. Örömmel látom, hogy a nyertesek egy része is itt ül a közönség soraiban, és később majd a nyertes pályázatokkal is megismerkedhetnek odakint. It's such a privilege to work here in Hungary. I absolutely love it. The innovation, the science mindset, the universities, all the talent that's available here. And you know, that's what makes this award so powerful. When you combine that with the power of our technology and our desire to make a difference here in Hungary, you get amazing results. Nagyon nagy örömömre szolgál az is, és hatalmas megtiszteltetésnek érzem, hogy Magyarországon dolgozhatok, hiszen tudom, hogy nagyon erős a tudomány iránti érdeklődés, erős az innováció, nagyon sok a tehetség, és ha ezt kombináljuk a mi technológiai megoldásainkkal, illetve azon törekvéseinkkel, hogy pozitív változást érjünk el a bolygónkon, a környezetünkben, akkor nagyszerű eredményeket tudunk megvalósítani. So we've decided to keep the tradition. We're going to do this every year now. It fits perfectly with our purpose as a company. Vodafone is here to connect Hungary for a better future. We believe the future is exciting when you put technology in the mix. And we have three areas of focus. We want to create a more digital society that's fully inclusive for all our Hungarians and that safeguards the planet. Mi nagyon is tudjuk, hogy ez a kezdeményezés kiválóan illeszkedik a vállalati kezdeményezéseinkhez, ezért ez egy olyan hagyomány, amelyet a jövőben is meg szeretnénk tartani. Tudjuk, hogy nagyon fontos Magyarországon a digitális társadalom kialakítása, és mi ebben szeretnénk segítséget nyújtani, és azt is tudjuk, hogy izgalmas a jövő, különösképpen ha a technológiát is beleveszik ebbe a mixbe, amely a rendelkezésünkre áll. Egy olyan digitális társadalmat szeretnénk kialakítani, ahol mindenki részesül a digitális társadalom adta előnyökből, és egyúttal a bolygónkat is óvni tudjuk. So you'll see those are the three categories that we are launching today for our new award. Digital society, digital equality and sustainable planet. Az elmondottak szellemében, tehát idén három fókuszterületet jelöltünk meg a díj kapcsán, digitális esélyegyenlőség, digitális társadalom és fenntartható bolygó.
These are broad categories. I am so excited that this time next year, I'm sure, and before then at the gala that will come up earlier next year, we will be celebrating some amazing successes in these areas. So thank you for coming. I am certain we can make a massive difference in Hungary and enjoy the event. Tehát biztos vagyok benne, hogy ugyanezek kategóriák, ezeknek kapcsán jövőre is, és még előtte a gála rendezvényen nagyszerű eredményeket tudunk majd újból ünnepelni. Tehát mindenkinek köszönöm még egyszer, hogy eljött, és arra biztatnám, hogy élvezze a mai rendezvényünket. Thank you. Köszönöm.